Sziasztok! Az internet igazán elkényeztet minket. Elbírjátok például képzelni azt, milyen lenne, ha a YouTube videóknak nem lenne hangja, hanem bár zongoristáként piroznának háttérzörejként? Mondjuk a szerzői jogok megsértése miatt valószínűleg ezeket is letiltanák. Vagy mondjuk, ha hétfőnként semmit nem lehetne letölteni, akkor mehetnénk a besötétített kis szobába diát vetíteni. De mi lenne akkor, ha a videók innentől kezdve csak fekete-fehérben lennének elérhetők? Mondjuk így. Na jó, ez csak trükk volt. Vajon akkor is teljesen le kellene mondanunk a színekről? Nem feltétlenül, bár ehhez egy kis trükkhöz kell folyamodnunk. Át kell vágnunk a szemünket. Ne! Nem így. Mi kiváló színlátással rendelkezünk. Szemben a kutyákkal például az emberek rengeteg színt meg tudnak különböztetni egymástól. Kéket, zöldet, pirosat, lilát is még sorolhatnám. Sőt, a nők ezen kívül még a bést, a magentát és a ciklámet is meg tudják különböztetni. Na jó, viccet félretéve, ez azért van így, mert a szemünk színérzékelésért felelős receptorai, az úgynevezett csapok, egy-egy három betű színre érzékenyek igazán. Kékre, rőtre és zöldre. Ezekből pedig aztán agyban már egy egész színkavalkádot ki tudunk keverni. Úgymond kiergébézzük őket. Remélem jó ez a szó, most találtam ki. Igen, ám csak, hogy ezek a különböző hullámhosszra hangolt receptorok nem ugyanolyan gyorsan reagálnak az ingerekre, ráadásul nem is ugyanolyan sokáig maradnak aktívak. A kékre érzékenyek például tök lassúak. Lehet, hogy azért kékszínű a rendőrautóknak a villogója, hogy a társadalom testén élősködő bűnözők ne tudjanak időben észbe kapni és elmenekülni. Fehér színt akkor látunk, hogyha mindhárom típusú csap egyszerre egyformán aktív, feketét pedig akkor, hogyha egyik sem, mondjuk ha rohadt sötét van. Ezzel a berendezéssel megkavarhatjuk a rendszert. Nem kell semmit kifúrni, viszont bele fogok fogni egy ilyen vinil lemezt. A fiatalabbak kedvéért ez az MP3 őse. Na jó, ez még tőlem is nagyon gyenge volt. A lemez másik oldalára egy fehér lapot tettem, fekete csíkozással. Ez egy úgynevezett be nem korong. Erről részleteket a szertáron találhattok majd a videó alatt. Mehet? Ha minden igaz, színek jelentek meg a képernyőn, holott a felvétel fekete-fehér volt. Amikor folyamatosan megszaggatjuk a fehér fényt, ráadásul a forgókoron különböző kerületi pontjain különböző ütemben tudunk villantani, olyankor ezek a csapok teljesen megzavarodnak. Az eredmény pedig az lesz, hogy behalozunk egy csomó olyan szint, ami egyébként ott se volt. Állítólag ez a trükk alacsony nyomású nátrium gőzlámpa fényénél is működik, pedig az aztán tényleg monokromatikus sárga fényt ad. Mondjuk nem tudom, mert ezt még sosem csináltam, egyszer ki fogom próbálni mindenképpen, tegyetek így ti is, sziasztok!